Sziasztok, én Gergő vagyok, és ebben a videóban megnézzük a mai 7 órás kontentet. Lépünk is be az Ultimate Teambe, ugye a Footies elkezdődik holnap, véget ér a Summer Star promo, és loading screen most nincsen egyébként nekem valamiért a képernyőn, de azt már láttam, hogy érkezni fognak vissza packekbe régi speciális kártyák, Team of the Year-től, Team of the Season-ig, minden régebbi promótól áll, mindenféle speciális kártya lesz a packekben, ez nagyon-nagyon jól néz ki. Nézzük a preview packeket. Van kettőféle promo pack is, így elsőnek. Nyissuk ki akkor ezeket. Nézzük a 25.000-est elsőnek. Lesz-e ebben valami? Ebben nem lesz bold, akkor ezt skippeljük is gyorsan. Aztán átérjünk az SBC contentre. És hát ha van objektív is, bár azt, ha jól tudom, az nincsen, mert csütörtök önként általában. Nem is nagyon szokott jönni, ez egy Summer Star lesz közben itt a 100.000-es csomagban, olasz, CB, ez egy Chiellini, az nagyon-nagyon jó. 96-os Chiellini, az igen, a 100k-s preview-ból. Nézzük, mennyit ér ez a Chiellini, és van a mögötte nincs nagyon semmi. Viszont ez a Chiellini, 240, 230, hát most listázzák ki, elég megy az ára, hogy ezt most nem fogjuk eladni egyből, de ezt mindenképpen ezt a packet megvesszük, és kijelni megy fel a transfer list, ez nagyon-nagyon jó nyitás. És akkor van igazából még egy 100k-s packünk, így megnézni, preview-val nézzük, hogy összesen 5 darabban egyébként. De ha jól láttam, csak 12 óráig talán, úgyhogy lehet, hogy még lesz holnap reggel 7-től újabb 5. Ez egy Dubravka, hogy ezt nem vesszük meg. Semmiképpen ezt tudja, hogy nem éri meg, úgyhogy ezt hagyjuk. Igen, tehát a 12 óra lesznek új promópekkek, úgy néz ki holnap reggel 7-től, az érdekes. Megnézzük még a 7500-ös, csak így. Hát ha egyébként kegélyik nyitni a bronz és silver preview-kat is, de ezzel most nem fogom az időt húzni, a 7500-ösben nincs semmi. Jó, és akkor nézzük meg a többi contentet. Nézzük meg, van-e objektív. Innát még be kell majd fejezni, de úgy látom nincsen új Objective Milestone-ban, nyilván semmi. Megnézzük, hát beadja a loading screen-t, hogyha megpróbálom még egyszer. De ha nem, akkor sincs semmi, tudjuk igazából annyi az újítás, de itt vannak egyébként. Ott van a Team of the Year is, What If, Headliner, mindenféle promókártya visszakerül packekbe, Foot Freeze is. Once to watch is, akkor TOTS még nem, de Footbirthday is, ott TOTS utána lesz. Nézzük, hoppá, így. Nézzük. Holnaptól írják, azonnal mondom, hogy mit írnak pontosan. Tehát lesz először is egy karbantartás holnap reggel, úgyhogy akkor nem lehet majd játszani. Annyit írnak, hogy lesz preview pack és sima pack is a store-ban. És annyit kell még tudni, hogy a maintenance előtt nem szabad meghagyni a preview packet, tehát azt meg akarod venni, akkor ezt a maintenance előtt, tehát a karbantartás előtt meg kell venned. Viszont ahogy látom, nincsen új footies volt, ugye tegnap volt Carval és Manolasból lehetett választani, de most nincsen új, de nézzük akkor az SBC-ket. Itt van a Summer Star, ugye már azt betettem, azt megnéztem, betettem kedvencbe, nézzük, hogy ahhoz pontosan mi kell, mert azt még nem tudom. 86-os rating 30-as kemi, az egyáltalán nem olyan durva. És kapsz érte egy Team 2-es játékost, így van. Nézzük, mi van még. Ezek már ott voltak eddig is. 25.000-es csomagért Festival of Football Challenge, nézzük, ez ugye tradable pack. 10 gold, 4 ritka. Tehát ebben lehet az egyik ritka bronz vagy silver például, és egy paragvái kell vele. Megnézzük gyorsan, van-e paragváink, mert ez a pack az elég jó, úgyhogy ezt valószínűleg felmegy az állok, hogyha valakinek van paragvája. De nekem csak untradable, mennyit ez a 74-es. Hát 1007 annyira nem dönt fel az ára, egy picikét felment az áruk. De ezért egy jó pack, ezt megéri megcsinálni. És marki matchup,
egy Jumbo Premium Gold Players Pack-en, egy 50 ezres csomag igazából. A 25 ezres Player Pack-nek a duplá igazából, azon kívül más egyébként nincsen. Azért megnézzük még ligát és az ikont is, de nem hiszem, hogy bármelyiknél is van bármi. Így van, ligánál semmi, ikonnál szintén semmi új. Úgyhogy vissza a Marki matchupra, de ott is szerintem egyébként marad a szokásos feltétel. 80-as, 79-es, így van. Viszont ad elég jó pekeket vissza, tehát amúgy megéri ezt is megcsinálni valószínűleg. Nincsen semmi nagyon durva elvárás, mondjuk a két svájc, ez lehet, hogy gond lesz, de azon kívül, hogy a svájcnak az ára felmegy, nagyon nem lesz semmi olyan komoly szerintem. Megnézzük, még meg tudjuk-e csinálni ezt a Summer Star Pack-et gyorsan. Nézzük, Summer Star Player 2. 86-os rating kell hozzá. Ugye sok minden fog kelleni a klubból. Ronaldo nem megy bele. Ezek közül sem szeretnék annyira senkit beletenni ebbe. Belemegy Courtois, Casemiro az teljesen jó. Griezmann is úgyis elmegy a Barszából, úgy néz ki. Bernardo Silva is nagyon jó. Koke, Rashford, Haaland, Saul, kivel jön a Barszába, úgy néz ki. Érdekes lesz. Ez így 86-os, akkor teszünk még be kisebb ratingűeket. Mandanda, de az már ott volt, Radetzky is, Oszkár is, jó. Llorente. Aspas, jó. Carvajal és Bulacsi, jó. Jó, nézzük itt. Tudunk-e lejjebb vinni Carvajal 10 helyett, az még jó. Griezmann, Courtois helyett már nem. Gulácsi Carvajal helyett még jó. Matip Koke helyett nem jó. Aspas Koke helyett az jó. Matip helyette nem, és a 83-as helyett a 82-es jó, már az sem jó. De ezekből kell, ezekből a ratingekből kell alkotni. Hát akkor igazából ennyit tudunk tenni, akkor ennyi a pack. Tettünk be, leszünk bele két 89-est, egy 87-est, azon kívül pedig semmi vészes. És akkor ezzel váltjuk egy Summer Star Player 2-ért. Ugye itt lehet nyitni elég sok jót, tehát hogy van benne ugye 99-es jó volt, igen, van 99-es Neymar, 98-as Harry Kane és Lukaku is, tehát elég sok jó van. Jordi Alba, akinek nagyon-nagyon jó lenne, én nagyon-nagyon örülnék egy Jordi Albának, de nézzük is. Nézzük is, Summer Star Player 2. Nézzük, lesz egy nagyon nagy a packben. Milyen nemzetiség lesz? Belga, az egy Lukaku. Az egy Lukaku, az nagyon-nagyon jó. Az elképesztő. 98-as Lukaku a második legjobb igazából ratingben Neymar után, és a PC-s ára szerint ér egy körülbelül 365 között, akkor az eléggé jó nyitás, ez eléggé jó nyitás mindenképpen. Lukaku teljesen jó, a Chiellini után még jobb, nagyon-nagyon jó a perklak, majd jött ma már egy Harry Kane is a tradeből, Rivals Rewardból, Chiellini is eladásra kerül majd egyébként, ott van a Kane, hogy eladtuk Harry Kane-t, 3000-ért ment el egyébként, sok minden emlék, Kundéval csak tradeltem, őt megvettem 110-ért, eladtam 127-ért, ezen is lett egy jó kis profit. A Lukaku azt szerintem maradni fog a klubba, ez nem fog belemenni SBC-be, 98-as brutális shooting része, teljesen jó, passing, ez nagyon jó, a dribblingje is Lukakuhoz képest elképesztően jó, az igen, 6-ból 4 tartja 99-es fizikumával, ugye sosem lesz gond és sosem volt gond, teljesen jó nyitás ez a Lukaku, még használható is teljesen. Na de akkor ez a videó ennyi is volt, ha tetszett, lájkold és iratkozz fel, köszönöm, hogy megnézted, én Gergő voltam, sziasztok!